A bukovinai székelyek idei nemzetközi folklórfesztivál kitekintőjének egyik házigazdája Kéty volt, ahová ez alkalommal a székelykevei citerások látogattak el. A 33. Bukovina Fesztiválon vagyunk, a Kétyi kitekintés rendezvényén. Nagyon-nagyon régóta megrendezzük itt a faluba ezt a kitekintés programot, vagy szomszédolást, régebben így hívtuk. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy mivel itt rengeteg székely él a településünkön, nevezhetnénk úgy is, hogy ez a nap, ez a székelyeknek az ünnepe, és mivel mindig más és más csoport érkezik a településünkre más országból, és más székely kultúrát hozva, ezért nagyon sok szép és színes programot tudják a kétyi lakosságot örvendeztetni. A kétyiek először 2003-ban jártak Székelykevén, szintén a bukovinai találkozások programjában. Olyan 6-7 évvel a háború után mentünk, és hát ott, ahogy mentünk Belgrádig szinte föl, Pancsova környékére, hát láttuk a finomítót, amit szétlőttek, ugye, tehát ott rengeteg ilyen háború maradékát, és hát egy érdekes volt a számunkra, de igazából minket a folklór része fogott jobban meg, és nagyon jól éreztük ott magunkat, és remélem, hogy itt a mostani fiatalok is Székelykevére jól fogják magukat érezni. Ilyenkor egy vendégcsoport érkezik csak, hiszen az összes többit más székelytelepülések szippantják föl, nevezzük így, és nekünk általában egy csoport az elég szokott lenni. Volt egyszer, hogy kettő volt, de szinte mindenki szervez a saját településen ilyen programot. Úgy indulunk, hogy a citerazenekar, hiszen most Székelykevéről egy fiatal citerazenekar érkezett, a citerazenekar fog kezdeni, azután a Kétyi Hagyományozó Egyesület asszonykórusa, nevezzük így, ad elő egy műsort, aztán a citerazenekar jön megint, utána a Hajdú Józsefné Margit néni fog előadni egy dalt, és a citerazenekar zárja majd a programot. Hát ez egy ilyen kis 20 perces program, de én azt gondolom, hogy a hagyományok megőrzése az igazából, ami fontos. Babám, ne játszál a szívemmel, mert a tenyém nem talál az enyémmel, mert a tenyém szőkét szeret, nem barnát, eljárva a szívem nem találja nyugalmát. Volt itt a faluba egy Szőcs Papa nevezetű bácsi, és régebben ugye itt ilyen sátras lakodalmak voltak, amikor én is elvettem a nejemet 42 évvel ezelőtt, és akkor még házaknál tartották a lagzit, és az idősebbeknél lehetett látni, hogy volt egy-két olyan motívum, mint például olyan, hogy egy táncformációban a Szőcs bácsi lehajolt, a kezével így a bokája fele nyúlt, és én az egyik bukovin találkozás Kétyi rendezvényén pont láttam egy Romániából érkezett székely fiatal srácon ugyanezt, és hát még most is libabőrös vagyok tőle, amennyire jól átadta ő is azt, és nagyon boldog voltam, nagyon jó volt látni, hogy végül is ez a motivum is él, és sokáig még élni fog, hiszen majd egy fiatal újból fogja ezt továbbvinni a következő generációnak. Én egy nagyon vallásos ember vagyok, és azt vallom, hogy legyen a lelkünk rendben, és akkor utána tegyük a gyomrunkat is rendbe, és akkor nagyjából az egész lényünk úgy rendben van. És mivel ez egy ünnep, ezért minden ünnepet én legalábbis, én azt gondolom, hogy ezt egy szentmisével illik kezdeni. És eddig még minden csoport, akit ide hívtunk vendégségbe, és a falusi hívők is jónak tartják ezt a dolgot, és hát ez is azóta így van, amióta itt nálunk Bukovina találkozás van a faluban. Látom füstét, ne csak alig, hogy az igen feket illik. A nagy távolság ellenére egy cseppet sem felejtették el a székelykeveiek, hogy milyen is magyarnak lenni. Székelykeve a legdélebbi magyar lakta település, és ez nekünk sokat jelent, mivel annyira délen, távol a szülő hazától,
megőriztük magyarságunkat, a székely hagyományainkat, és rendszeresen járunk a szülőhazába, és részt veszünk a fesztiválokon, ahol ami hozzájárul ahhoz, hogy még jobban ápoljuk, és ne feledjük el a hagyományainkat. Ha elvesztenénk a hagyományainkat, akkor nem maradna meg a településünk se, és akkor a, tehát a mi örökségünket is elvesztenénk azzal. Úgyhogy azért a népzene nagyon fontos ezen a téren, és a magyar nyelvű oktatás, ami a falunkban folyik. És az egyház is, amelyik katolikus egyház, és tehát büszkék vagyunk arra, hogy teljes egészében a településünk magyar. A citerázás egy olyan művészet, amit nem a legkönnyebb elsajátítani. Már 6 éve lassan zenélünk, citerázunk a csoport. Szó szerint az igazat megmondva, én csak úgy lettem meghívva, hogy gyere el, zenélünk, azt úgy voltam, hogy megkérdeztem édesámmal, hogy be bírunk iratkozni, és akkor elkezdtünk zenélni. Nem tudtam semmit a hangszerről még akkor, de így lassan az éveken át így kialakult egy ilyen szeretet a hangszer iránt, és azóta is minél többet új dolgot tanulunk, és minél jobban szeretjük a hangszert. A citera hasonló, mint a zongora. A legkönnyebben hasonlítsam hozzá a zongora. Van a fogólap, és azon vannak a hangok, és úgy kell lenyomni, úgy van a do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ugyanúgy, mint a zongorán, csak ugye pengetni kell. És ahogy lenyomjuk a hangot, úgy pengetünk. A kétyi kitekintésen jól érezték magukat a székelykeveiek, akik a következő lehetőség alkalmával pedig viszonozni szeretnék a szíves vendéglátást.